Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége Szepesi Tibor önkormányzati képviselő. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Szepesi Tibor, a Délinék Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatója, és a 7-es számú választókerület önkormányzati képviselője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a televízió nézőt. Ma két témakörben hívtuk Önt ma meg egy stúdió interjúra. Az első nagy témakörünk az, hogy jövő héten, hétvégén egy nagy rendezvényre készül a Város Kolbász Ízesítő Fesztivál, mert a plakátokkal, felhívásokkal találkozhattak a kedves televízió nézők. Először is, mikor lesz ez a rendezvény, és mit kell tudnunk róla? Immáron hagyományosan ebben az évben is megrendezésre kerül. Most egy picit az időponton próbáltunk módosítani, ugye az előző években mindig december közepe környékén került megrendezésre ez a fesztivál, hogy úgy mondjam. Ugye valamikor Böllér Fesztivál vagy Disznótoros Fesztiválnak indult, és egy picit módosítanunk kellett rajta. A tavalyi évben ez a módosítás, én azt gondolom, hogy meghozta a várt sikert, tehát a hagyományos helyszínén a tavalyi évhez hasonlóan a Dériné előtti utcaszakaszon kerül majd megrendezés a Kolbász Ízesítő Verseny, hiszen a csapatok a nevezéssel jelzik részvételi szándékukat, megkapják aznap reggel, tehát jövő héten szombaton, november 25-én, 9 órakor megkapják a darált húst, 10 kg darált húst kap minden csapat, teljesen egyforma kiszerelésben, darálásban. Ezt a kolbász húst kell gyakorlatilag beízesíteni és betölteni. Egy picit féltünk tőle, hogy ugyanazt a húst kell tölteni, és hogy lesz-e különbség a tavalyi évben a kolbászok ízei között. Aztán a zsűri megnyugtatott bennünket, hogy mind a 26 kolbásznak teljesen más íze volt. Tehát nagyon nehéz feladatuk volt eldönteni a helyezéseket. És hát akkor maradtunk ennél a szervezésnél, tehát jönnek a csapatok, megkapják a húst, be kell gyúrni, nyilván mindenkinek a saját szájíze szerint, vagy a családi hagyományos recept alapján. Ugye mindenki hozza a fűszert, összegyúrja, betölti, leadja a zsűrinek azt a darab kolbászt, amit aztán ők megsütnek és megkóstolnak, tehát megnézik nyilván az állagát nyersen, aztán megnézik megsülve, meg is kóstolják, és így fogják eldönteni nyilván a helyezéseket is. Nevezésben jól tartunk, én azt gondolom. Ezt akartam kérdezni, hogy ugye hetek óta lehetett olvasni a felhívást. Meddig nevezhetnek még csapatok? Hány fősnek kell lenni egy csapatnak? Erről mit tudhatunk? Hol tartanak a nevezésekben? Jól állunk a nevezéssel. Egy picivel több csapat várható, mint a tavalyi évben. A mai napon lejár a nevezés, úgyhogy ha még valaki esetleg úgy gondolja, akkor azonnal vegye a telefont, vagy lépjen fel az internetre, és töltse ki a nevezési lapot. Még ez a pici lehetőség ott van. Én azt gondolom, hogy megéri nevezni, hiszen egy 5000 forintos nevezési díjért 10 kg húst lehet betölteni. Természetesen a csapat után azt csinál a maradék kolbásszal, a zsűrinek leadott, azt levesszük belőle, de a maradék kolbásszal azt csinál, amit akar. Akár ott a helyszínen megsütheti, hiszen a látogatóközpont udvarán biztosítunk arra lehetőséget, hogy a csapatok által hozott sütő-főző eszközökbe elkészüljön ez a kolbász, tehát el is fogyasztható akár a helyszínen. Hány fős lehet egy csapat? El is lehet vinni, és akkor szét lehet osztani a csapattagok között. Én azt gondolom, hogy legalább 3 főnek lenni kell egy csapatnak, mert azért valamilyen munkamegosztást kell ott a helyszínen alkalmazni. Mi azt írtuk, hogy 3 és 10 fős csapatok jelentkezését várjuk, de ha 11-12 fő, természetesen az sem akadály.
És ahogy látjuk a korosztály megosztást, egészen az általános iskola alsó tagozattól kezdve az idősebb korosztályig van nevezés, úgyhogy azt gondolom, hogy az a feladat, amit kitűztünk magunk elé, a hagyományőrzés, az folyamatos lesz és ápolva van. Erről mindjárt beszélünk még egy picit bővebben a hagyományőrzésről. Arra vagyok még kíváncsi, hogy karcagról neveztek-e a csapatok, vagy esetleg már szélesebb spektrumból? A tavalyi évben jellemzően karcagi csapatok neveztek, bár meg kell jegyeznem, hogy volt egy vidéki csapat, aki hagyományos kolbásztöltő régióból jött, most nem akarom elárulni a település nevét, és egy picit meg is voltak sértődve, hogy az ő kolbászuk nem olyan eredményesen szerepelt, de nyilván mások a karcagi ízek, és ugye a zsűriben elsősorban karcagi, idézőjelben szakemberek vannak, akik kóstolják, tehát ők inkább a karcagi ízeket keresik. De ettől függetlenül nem szekte kedvét a vidéki csapatoknak, tehát most is van vidékről nevezünk, sőt egyre több környező település csapata gondolja úgy, hogy megméreteti magát, vagy megpróbálja elhozni az ő településének ízét Karcagra, és akkor egy kicsit lehet keveredni itt a kunsági ízekben. Ugye pont erre voltam kíváncsi, hogy minden tájegységnek megvan a maga specialitás, aztán gyakorlatilag ugye ez is különbségeket szül. Gondolom az előbb ugye mondjuk Békés Csaba és környékére gondolt, mert ugye ott teljesen más, hogy készítik más ízvilágban. Említett az előbb a gyerekeket ugye, hogy egészen az általános iskolás korosztálytól kezdődően neveztek csapatok. Mi a célja ennek a rendezvénynek? Mit szeretnének ezzel elérni? Elsősorban a hagyományőrzés. Valamikor nyilván Karcag adottságaiból adódóan rengeteg disznótor került megrendezésre családoknál. Aztán ez egy picit úgy láttuk, és talán ez volt a tapasztalat is, hogy ez visszaesett. Az utóbbi időben azért, aki hajnalanta ebben a téli időszakban jár kell a városban, az egyre többször hall malac sivítást, és érzi azt a jellegzetes perzselő illatot, de ettől függetlenül azt gondoljuk, és azt gondolták azok is, akik elkezdték a disznótoros rendezvények szervezését, hogy ezt a hagyományt is mindenképpen ápolni kell. Ugye a karcagi gasztronómia hagyomány ápolásának azért van egy alapja, a birkafőző fesztivál, ami már 20 éves, de úgy gondolom, hogy nem csak erre a birkafőzés gasztronómiai hagyományára kell alapoznunk, mert azért nagyon sok olyan ételünk van, amit meg kell mutatni, ugye akár gondolhatok a galaburgyira, a ferdinándira, és hát nyilván itt van a házi kolbász, vagy a májos pogácsa. Tehát azt gondolom, hogy ezeket a hagyományokat mindenképp ápolni kell. De nagyon macerás volt gyakorlatilag egy egész sertést feldolgozni versenykörülmények között úgy, hogy az minél szélesebb réteghez eljuthasson. Ezért gondoltuk azt, hogy egy pici szeletét a kolbásztöltést, és talán arra is fölhívva a figyelmet, hogy egy kolbásztöltéshez nem kell akkora előkészület. Nyilván kell egy húsdaráló, el kell menni akár a boltba, vagy megvenni akár háztól a darált húst, vagy egybe a húst és otthon le lehet darálni. Tehát időben ez nem egy nagy intervallumot ölel föl, akár otthon is elkészíthető, és biztos vagyok abban, hogy egy panelház konyhájában egy óvodás gyerek által meggyúrt és otthon betöltött kolbászhúsnak teljesen más íze van az esti vacsoránál, mint amit mondjuk megveszünk egy hipermarketbe. Tehát én azt gondolom, hogy kevés előkészülettel egy nagyon jó családi programot lehet akár otthon is egy kolbásztöltés kapcsán eltölteni. Erre próbálnánk fölhívni a figyelmet, hiszen ez a rendezvény is ugye 10 órakor a megnyitóval kezdődik, és 3 órakor már eredményhirdetés, tehát be tudjuk sűríteni egy ilyen rövid időben is azt a hagyományőrzést és az ehhez kapcsolódó illatokat, kóstolásokat, baráti beszélgetéseket, kisebb játékokat, amely én azt gondolom és abban bízom, hogy minden korosztályt megszólít. A vidéki emberek ugye tudják, hogy miről szól egy disznótor, mondjuk a pesti emberek, tehát nagyvárosi emberek ezt nem nagyon tudják, ugye hogy kezdődik egy disznótor, ígyunk egy pálinkát, pálinka versenyt is hirdettek erről, amit lehet tudnunk. Igen, ez is hagyományos, és hát gondolkoztunk azon, hogy önálló rendezvényként, vagy egy másik rendezvényhez kapcsolódóan, de aztán rá kellett jönni ugye évekkel ezelőtt, hogy egy
pálinka verseny, az nyilván a disznótorhoz és az ahhoz kapcsolódó illatokhoz, ízekhez kapcsolódik a legjobban, ugye, ahogy ezt most is hallottuk. Igen, ígyunk egy pálinkát. Aztán még egyet, és akkor menjünk, nézzük meg a malacot. Így van. Nyilván a megnyitó is azzal fog kezdődni, hogy kocincsunk, és akkor hajrá, csapatok. És hát persze mellette folyik a pálinka zsűrizés. Nagyon sokan hozzák a pálinkájukat, nagyon sokan szeretnék megmérettetni a pálinkájukat. Úgy a friss főzésű pálinkákat, mint ahogy a több éveseket is, hiszen azért a pálinka minél hosszabb ideig megfelelően van tárolva, hogy teljesen más íze van. Most legutoljára pont, ahogy jöttem ide a stúdióba, egy fiatalember hozott 2009-es pálinkát, szilva pálinkát, hiszen jellemzően azért Karcagra a szilva pálinka a hagyományos. Kíváncsi leszek például az ő pálinkájára, hogy milyen helyezést ér el. Egy biztos, a tavalyi évben, ahogy beszélgettem a zsűri elnökével, nagyon sok díjat kellett kiosztani, egy picit bajba is voltak, mert nyilván lehet minden pálinkát díjazni, de majdnem ott tartott a zsűri, hogy nagyon jó minőségű pálinkák kerülnek a zsűri asztalára, kóstolásra. Tehát én bízom benne, hogy ebben az évben is azért sokan lesznek, és nagyon jó minőségűek, és egyre jobb minőségűek. Csapatok ugye el lesznek foglalva reggeltől egészen délutánig az eredményhirdetésig. Mivel várják a rendezvényre kilátogatókat, vagy ellátogatókat? Milyen kísérő programokkal szórakoztatják a jelenlévőket majd? Természetes kirakodóvásárral, amelyben beletudhatjuk a hungarikumok ízét, a házi ízeket, lekvárokat, szörpöket, és hát nyilván Laci konyha is lesz, tehát nem csak a csapatoknak lesz az a kiváltsága, hogy megkóstolják a disznótorost, hanem aki kilátogat, az már a sült ízeket is kóstolhatja és illatozhatja, a sült kolbász, hurkát. Természetesen, hogy a birkapörkölt nem maradhat el egy ilyen rendezvényen, tehát arra is lesz lehetőség vásárolni. És hát a gyerekekre is gondolunk, hogy a kézműves foglalkozások, amelyek valamilyen szinten a disznó toros részhez kapcsolódnak, illetve a hungarikumokhoz. De jelen lesz a rendezvényen egy teljesen új fajta bemutatkozás is, hiszen azért a napokban van a hulladékcsökkentési hét is, tehát egy picit próbálnánk arra is fókuszálni, hogy igen, disznótor, igen, nagy rendezvény, de azért figyeljünk oda a környezetünkre is. Tehát ez is egy különálló része lesz a rendezvénynek. És hát zene nélkül nincs, tehát várjuk a tavaly nagy sikerrel bemutatkozott tehéntánc bandát, aki először a kis színpadon, utána pedig a csapatok között fog sétálni, zenélni, kvázi egyfajta kívánság műsort is ad a csapatoknak, hiszen lehet tőlük rendelni akár dalt is. Szombaton ugye piaci nap van. Mire számíthatnak majd az arra közlekedők? Le lesznek-e zárva az utak? Igen, hiszen másképp nem tudnánk megrendezni a rendezvényt, de próbáljuk csak azt az útszakaszt, ami feltétlenül szükséges a rendezvény megszervezéséhez, tehát a Dériné előtti útszakaszt, a Kóptól egészen a Dérinéig fogjuk lezárni. De úgy gondolom, hogy a környező parkolókban mindenki le tud állni, és hogyha jön a piacra vásárolni, akkor feltétlen nézem be hozzánk, vagy akár töltsen állunk az egész délelőttjét. Kíváncsian várjuk a rendezvényt, és mindenkinek jó szórakozást kívánunk majd. Köszönjük. Ön ugye a Dériné Kulturális Központ igazgatója, mellett önkormányzati képviselő is. Mit lehet tudnunk a körzetéről, milyen állapotban van, milyen fejlesztések zajlottak az elmúlt időszakban, miről tud nekünk beszámolni? Nem tudom, mennyi időnk van. Én azt gondolom, hogy jól állunk, hiszen az utóbbi időben nagyon sok olyan feladatot el tudtunk végezni, amely a körzet szebbé és jobb átételét volt hivatott. Nyilván két részre kell bontani, hogy az első azok a kötelező feladatok, amelyek majdnem azt mondom, hogy rutinszerűen, de el kell, hogy végezzünk, ugye ez a tisztaság, a takarítás, az árkok rendbetétele, a fáknak a gajazása. Én úgy láttam, hogy ebben az évben ebben is sikerült egy picit előrelépnünk, hála a Városgondnokság közmunkaprogramjának. Azok a nagy vízelvezető csatornák takarításra kerültek folyamatosan. Én nem találkoztam olyan fennakadással, ami az időjárás miatt, akár megnövekedett csapadékszint miatt mondott jelentett volna a városrészbe.
A másik része pedig nyilván az utak rendbetétele. Folyamatosan odafigyeltünk arra, hogy az utak kátyúi, azok a járda szakaszok kijavításra kerüljenek. Nyilván mindig vannak újak, de járják a szakemberek, a közterületfelügyelők, tehát folyamatosan nézik, és próbáljuk javítani ezeket a kátyúkat. Ilyenkor mindig megkérdezik tőlem, és kénytelen vagyok erről is beszélni, hogy a kisújszállási útnak a felújítása. Én bízom abban, hogy a közútkezelő egy kicsit összekapja magát, és azért a közeljövőben valóban elkezdődik az a felújítás, amelyet most már megígértek. Mert ugye, bocsánat, hogy a szavába vágok, azért mondjuk el a kedves nézőknek, hogy ez nem városi út, tehát a város nem nyúlhat hozzá ehhez az úthoz, nem végezhet rajta felújítást. Így van, tehát településeket összekötő útszakasz az a megyei közútkezelő fenntartásában van, ő végezhet rajta bármi nemű munkálatot, és ugye sokan nem tudják, de ez kerítéstől kerítésig tart, tehát a teljes út pálya járdával, kerékpárúttal, mindennel együtt a közútkezelőjé. Nyilván az önkormányzat folyamatosan keresi azokat a megoldásokat, lehetőségeket, közös tennivalókat, amelyeket el kell végezni, de maga az úttestnek a felújítása, igen, ez az ő feladatuk. Tudjuk azt, hogy az alatta vezető szennyvíz csatorna rendszert is fel kell újítani, tehát biztos, hogy majd egyfajta közös munkálatra lesz itt szükség, mint ahogy láthattuk is, ugye ott a Villamos utca és a Futó Imre utca közötti szakaszon már felújításra került egy csatorna rész. Sajnos, hogy ott süllyed folyamatosan, tehát ott bizony többször hozzá kellett kezdeni az útpálya karbantartásához. Én azért bízom benne, hogy előbb-utóbb végleges lesz, és a teljes útszakasz megfelelő minőségben fog elkészülni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek azok a feladatok, amelyek úgymond kötelezőek, és ha ehhez hozzáveszünk még az elektromos hálózatnak a karbantartását, ugye az EON a nyáron cserélte azokat az oszlopokat, amelyeket meg kellett erősíteni, hogy biztonságosabb legyen, más munkálatokból kifolyólag is. Úgy veszem észre, hogy azért jobban odafigyelnek a kiégett izzóknak a cseréjére, talán egy picit gyorsabban is jönnek cserélni. Nyilván itt is el kell mondani, hogy nem fognak kijönni, vagy nem tudnak kijönni egy-egy kiégett izzó miatt, tehát ezért megvárnak valamennyi oszlopot, amíg ki kell jönni, és tehát összevárják, tömbösítve összevárják, és akkor cserélik az izzókat, de talán egy picivel, mintha gyorsabban jönnének, mint az előbbiekben. És hát fejlesztenünk is kell a világítási hálózatot, a közvilágítást. Örömmel mondom, hogy megvan most a lehetőségünk. A Szűcs Sándor utcának az egyik részét, ami ugye az Alditól a Bodrog utcáig tart, ha minden jól megy és a tervek is úgy készülnek az EON-nál, illetve az oszlopokat is úgy tudják szállítani, akkor talán még ebben az évben felállításra kerülnek az oszlopok, és a jövő év elején, a tavaszi időszakra mindenképpen elkészül az új közvilágítás az utcában. Tudom, hogy van még olyan utcarészünk, ahol tartozunk ennek a kiépítésével. Én bízom benne, hogy a jövő évben erre is találunk majd anyagi fedezetet. A Déli utca, a Kert utcának a Tesco felé eső része, vagy a Szűcs Sándor utcának a Tisza és a Szamos utcai részét is. Én bízom benne, hogy az a két, akár három lámpa test a jövő év folyamán oda is le tud kerülni, és akkor gyakorlatilag teljes lesz a közvilágítás a város részben. Ezek voltak ugye a munkálatok, amik a legszükségesebbek voltak, hogy elvégezzék őket. Milyen beruházások valósultak meg a körzetében, amelyekre büszkék lehetünk? Én azt gondolom, hogy valóban büszkék lehetünk, hiszen nagyon sok intézményi felújítás és beruházás zajlott az utóbbi időben. Ha egy picit visszanyúlunk az időben, akkor ugye mondhatjuk a Kiskulcsosi Általános Iskolának, a tagiskolának a tornaterem padló felújítását. Ugye a tavalyi bálnak a bevételéből az iskola kamerarendszert épített ki, nyilván a fenntartó kliknek a támogatásával, segítségével, de folyamatosan tartjuk a kapcsolatot természetesen önkormányzati szinten is a fenntartóval, hiszen a tulajdonos az önkormányzat, tehát ott is nagyon sok felújítás ment végbe, akár a tantermek burkolatának cseréjével is.
Én azt gondolom, hogy megköszönhetjük a kliknek, illetve a szülőknek, a bálozóknak ezt a felajánlást. Idén is folytatódik majd a felajánlások lehetősége. Szervezzük az újabb bált. December 2-án várunk mindenkit Kiskulcsosra, aki szeretne egy kicsit kikapcsolódni, és nyilván azzal együtt támogatni az iskola további lehetőségeit. A bál bevételét most a régi alsós épületnek egy vizesblokk kialakítására szeretnénk szánni, úgyhogy aki úgy gondolja, hogy ebben szeretné támogatni az iskolát, a szülők által létrehozott alapítványt, annak várjuk a felajánlásait, és hát nyilván jöjjenek bálozni minél többen. Tehát én azt gondolom, hogy az iskolai felújítások az egy nagy egészét tették ki a tavalyi, illetve az idei évben is a felújításoknak, beruházásoknak. És hát ha maradunk az oktatási, közoktatási intézményeknél, akkor az óvoda felújítás mellett nem mehetünk el, hiszen a Szimóvodában egy újabb csoportszoba került kialakításra, és nem is kialakításra, hanem egy teljesen új épületszár került megépítésre, amelyet már birtokba is vehettek a gyerekek. És ezzel együtt a teljes épület nyilászáró cseréje is megtörtént, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon komfortos, kényelmes és nagyon szép környezetben lehetnek az óvodások. Egy nagyobb udvari résszel is gazdagodtak ezzel együtt, aminek aztán megvan az elképzelés az óvoda részéről, az óvodában dolgozók, illetve a tagóvoda vezető részéről. Nem akarok ebbe belemenni, de nagyon szép elképzelések. Én bízom benne, hogy a jövő évben ezt akár saját erőből is meg fogjuk tudni csinálni, úgyhogy folytatódik. És hát ha az óvodánál vagyunk, akkor el kell mondani, hogy kollégáknak hála, és azoknak a elkorhat vagy előregedett akácfáknak hála, amelyet a sportpálya előtt ki kellett vágnunk, egy teljesen új játszótéri elemek kerültek elhelyezésre a Szimóvoda udvarán, amelyet nagyon szeretnek a gyerekek, úgy vettük észre, a gyerekek is. Mármint, hogy a Szimóvodában is. Is, így van, hiszen több helyre került ebből a játszótéri elemből, de jelentős része ott van. Én bízom benne, hogy ezt is majd folytatni. Nekem is van egy elképzelésem ezzel kapcsolatban, hiszen akár egy nagyobb összefogással is tudunk majd ilyen játékokat készíteni. Ha valaki úgy gondolja, hogy van felesleges, felajánlható fa rönkje vagy kivágandó fáj, akkor azt mi nagyon szívesen fogadjuk. Kollégák elkészítik a játszótéri elemet, és a felajánló megmondhatja, hogy melyik óvodába vagy melyik játszótérre kerüljön elhelyezésre, úgyhogy várjuk a felajánlásokat. Úgyhogy ez volt az óvoda. Én azt gondolom, hogy ez is egy óriási része a körzet fejlődésének. És hát a legnagyobb fejlődés ugye állami területben illeti a körzetet, az a műfőves labdarúgó pálya elkészülte a Szent Anna-i Középiskola területén, amelyet közösen fogunk majd üzemeltetni, nyilván elsősorban a iskola szakembereire támaszkodva. Elkészült, gyönyörű a pálya, aki arra jár, most már ugye az éjszakai világítást, a fényeket is láthatja folyamatosan, tele a pálya, tehát egy újfajta lehetőséget biztosít egyrészt az edzések megtartására, egyrészt pedig a város sportkörzetközponti szerepének erősítésére, hiszen az őszi szünetben például egy ilyen nagyobb területi, úgynevezett alközponti edzőtábor került megszervezésre, több száz gyerek volt a labdarúgó pályán, elhelyezve a Szent Annai Középiskola kollégiumában, tehát azt gondolom, hogy szívesen jönnek, ismerkednek a várossal. Nyilván a célunk is ez volt, hogy minél több labdarúgót Karcagra csábítsunk, akár a kisebb környező településekről, akik kvázi mondjuk majd az iskola tanulói is lesznek. Már nem sok időnk van a riportunkból, de még esetleg arról áruljon el nekünk valamit, hogy milyen tervek vannak még a jövőre vonatkozóan, gondolom vannak már ötletek. Rengeteg tervünk van, én azt gondolom, és talán, ha kicsit kilépünk a körzet határából, akkor és maradunk a sportnál, hiszen azzal fejeztük be, azt gondolom, hogy további fejlesztések várhatóak elsősorban. Ugye az én aspektusomban nézve azért a sport területén, hiszen beszéltünk már róla, de hosszú előkészítő,
munka után elkezdődik a héten, jövő hét elején a Városi Sportcsarnok nyilászáró cseréje, tehát egy teljesen új ablakrendszert kap a maga a küzdőtér, ami egyszerre lesz komfortosabb és azt gondolom gazdaságosabb is, hiszen az a régi kopolit üveg kerül kicserélésre. Héten írta alá az önkormányzat a munkaterület átadását a Varró szakközépiskolába, a kivitelezővel, hiszen a Varró udvarán épül a harmadik műfős pályánk, hála a Megyei Labdarúgó Szövetségnek, akin keresztül sikerült ehhez a pályához hozzájutnunk egy 10%-os önrésszel, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon kedvező ajánlat volt. El kell mondani azért azt is, hogy a megyében egy ilyen pálya épülhetett ebben az évben, és ez az egyesület eredményeinek köszönhetően Karcagon. Tehát épül ez a műfőes pályánk. És hát vannak további terveink, hiszen beadásra került, és úgy néz ki, hogy a napokban el is fogadják a mobillelátónak a Karcagra való telepítését, amelyet aztán tudunk nem csak a labdarúgó mérkőzéseken, nem csak a nagy pályán vagy a műfős pályán használni, de biztos, hogy fogunk tudni olyan rendezvényeken is használni, ami mondjuk a városközpontban kerül megrendezésre, gondolok itt akár egy birkafőző fesztiválra, vagy egy kolbász fesztiválra, hiszen egy 180 fős mobillelátóról van szó, ami reményeim szerint mindenképpen Karcagra fog kerülni. És hát megkaptuk hál' Istennek azt a anyagot is, napokban vettem én is kézbe, amely egy kosárlabda park építésére céloztunk meg. Jóváhagyta a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, hogy ez TAO támogatásból fog megvalósulni. Most jelenleg ott tartunk, hogy az engedélyünk megvan, keresjük azokat a cégeket, akik a TAO felajánlásukat erre a kosárlabda parkra szándékoznak Karcagnak adni, a Karcagi Sportegyesületnek adni. Ez azt jelenti, hogy megújulhat az a kosárlabda pálya is, amely a Nagyvinkert mellett van jelen pillanatában is, de egy teljesen újfajta családi sportközpontként funkcionálna megépülése után. Úgyhogy van bőven tennivalónk, van bőven lehetőségünk, most már csak a jó szándékot várjuk, és hát nyilván azokat a támogatókat, akik ebben segítségünkre tudnak majd lenni. Sok sikert kívánunk, és mi pedig majd visszavárjuk egy következő interjúra. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőim, már megköszönöm a figyelmüket. Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Tartsanak velünk! Ősszel több front is terheli szervezetünket, ez különösen igaz a várandós anyukákra. Mi jellemző ebben az időszakban rájuk? Ősszel is, illetve nyáron is a különböző évszakokban különböző időjárás változások, frontok léteznek. Régi megfigyelés és tapasztalat, hogy ilyenkor sokkal több a szülés egy-egy front hatás következtében. Teljesen más az ember hangulata, gondoljunk csak bele, hogyha szép erőfényes napsütésre ébred, mint hogyha egy ködös, viharos vagy esős időszak következik be. Az a tapasztalatunk, hogyha egy esős, borongós idő van, akkor nagyobb számban jelentkeznek a várandós anyukák a szülőszobára idő előtti burok repedése. Ugye az időjárás változásait, azok a hőmérsékletekben mérjük, Celsius fokokban, a légnyomásokat mérünk, különböző ionizált sugárzásokat mérünk, és ezekből próbálunk arra következtetni, hogy milyen hatásai is vannak. És nyilván, hogyha a légnyomás csökken, akkor feltehetően ez lehet az oka annak, hogy az idő előtti burokrepedések száma is növekszik ilyenkor. De minden egyéb fronthatás ugye gyakorlatilag a paraszimpatikus idegrendszeren, vagyis a vegetatív idegrendszeren keresztül hat elsősorban, ami a akaratos idegrendszeri tevékenységünk
ennek az ellenkezője, ugye az akaratlankos idegi szabályozásért felelős, ugye van a szimpatikus, paraszimpatikus része. A szimpatikus rész a szervezet reakcióképességét erősíti, a paraszimpatikus pedig a tartalék. Kolja a szervezet energiáit, és hát ugye a paraszimpatikus idegrendszeren keresztül a mi izomzatának a tónusa változik, és az is lehet oka, hogy a szülések ilyenkor gyakrabban nagyobb számban fordulnak elő. De természetesen nem csak a szülés, hanem a várandóság egész ideje alatt érvényesülnek ezek a hatások. Már koraterhességben is a koraterhességi tüneteknek a kifejezettebb hány inger, hányás, rossz közérzet, fejfájás fordulhat elő, illetve mély izom, görcsök, vetélésre sokkal nagyobb a hajlam ezekben az időszakokban, akár a kis vetélések, kis terhesek, kis várandósoknál előforduló vetélések, akár a középítős vetéléseknek is sokkal nagyobb számban előfordulhatnak. Sokszor ilyenkor megijednek az anyukák, a kismamák. Milyenkor a teendő, mit kell csinálni, hogyha valami rendellenességet, furcsaságot veszünk észre? Hát először is a pihenés a legfontosabb, egy stresszmentes helyzetbe helyezze magát, egy oldalt fekvő helyzet, lepihenés, a bőfolyadékfogyasztás az a legfontosabb ilyenkor. És várni, hogy múlnak-e a tünetek, legtöbbször önmaguktól megszűnnek ezek a hasi görcsök, rossz közérzet, ez a pihenés és a folyadékpótlás hatására. Természetesen, hogyha ezek nem szűnnek, fokozódnak, akkor pedig a szakemberhez kell fordulni, illetve a sürgősségosztály, vagy pedig a ügyeleti, illetve szakrendelői ellátást kell igénybe venni. Vezetnek esetlegesen arról statisztikát, hogy ilyenkor ősszel mennyivel nő meg a szülések száma? Nagyon-nagyon sokféle statisztikát vezetünk, szerintem a legtöbb statisztikát a szülészeti szakma vezeti. Ilyen jellegű statisztikánk viszont nincs, hogy most mekkora fronthatás volt, és akkor itt hány szülés volt, illetve az ügyeletben történt eseményeket szoktuk rögzíteni, és bizony ilyenkor előfordul, hogy háromszor, négyszer annyi szülés van, mint egy átlagos napon, illetve egy teljesen frontmentes időszak is előszokott fordulni, amikor szinte napokig nincs szülés, az szinte már hihetetlen, de előfordul ez is. A frontok hatásában, vagy a frontok vannak-e rád valamilyen hatással, mint várandós anyuka? Hát szerintem egyébként is az emberekre hatással van, de igen, sajnos ilyenkor a vérnyomásom egy kicsit feljebb szalad. Ebben az esetben ugye a vérnyomás mérés kéznél, és akkor pihenés, folyadékfogyasztás, meg hát egyébként is sokat szoktunk pihenni, úgyhogy ez szokott történni. Rád milyen hatással van ez a front? Rám különösebb hatással nincs egyébként sem, és most kismamaként sem ez a front. Nem tapasztaltam még, az nem azt jelenti, hogy később sem fogom, de eddig nem tapasztaltam különösebb hatását. Hogy éled meg a kismamaságot, tehát mennyit pihensz, mire figyelsz oda? A Magyarországon a méz fogyasztást hogy értékeli, mennyire szeretik az emberek a mézet, mennyire veszik a mézet? Én nekem az a véleményem, hogy nagyon sok családban azért megszokott élelmiszerré vált a méz, használják. Nyilván van még mindig nagyon sok olyan család, aki nem használja. Az biztos, hogy a méz egy olyan élelmiszer, szerintem a jelenleg palettán lévő élelmiszerek között, ami még nem teljesen emberi beavatkozással mahináltá vált, mert sajnos a legtöbb élelmiszerben ma már ilyen variációk meg kutyulások előfordulnak. Milyen mézeket keresnek inkább az emberek? Sajnos az orvoslásnál sokszor azt javalják, hogy gesztenye, vagy ilyen ritkán előforduló fajta mézeket, hásmézet produkáljunk. Hát itt a karcagi környezetben ez ugye kevésbé lehetőség. Nálunk nyári vegyes mirágméz van,
repceméz van, meg akácméz van. Az akácmézek azok ugye a nyírségbe termelődnek, tehát oda feltétlen vándorolnunk kell, bár Karcagon is van akácméz, de abban már megjelenik azért enyhén egy kis vegyes is, mert ugye itt nem csak az akác virágzik, hanem akkor más virágfajták is virágoznak. A nyári vegyesméz az viszont sok összetevőjű, ebbe benne van a napraforgó, a gyömnövények, aszott, mogyorófű, lucerna, tehát ami igazán az akácot követő májustól olyan augusztus elejéig virít, azoknak a növényeknek a nektárja kerül ebbe a mézfajtákba. Ja, lehetett olvasni különböző portálokon, hogy ez az úgynevezett kínai méz azért levitte az árakat. Ez mennyiben befolyásolta önöknek is ezt a tevékenységét? Hát ugye mi nem tudjuk konkrétan, csak hallomásból jutottunk ehhez az információhoz, hogy talán Ukrajnán keresztül szivárognak be olyan kínai méznek mondott termékek, amik nem a természetes mézből vannak. Igazán mi ehhez nem tudunk mit hozzászólni, mert ugye mi csak azokat a mézeket forgalmazzuk, ami nyersen kikerül a kaptárból, ez ugye pergetésre, szűrésre kerül, de ehhez nincsen semmilyen hozzáadott anyag. Tehát ahogy ott megtermelődik, ahogy a méhek összegyűjtik, azt hozzuk ki, és ez van forgalomba. Nyilván ennek a gazdasági hatása ránk nézve elég elszomorító. Igaz, hogy a piaci árakat nem változtatta negatívan, mert ugye itt én nem tapasztaltam, hogy megjelent volna ez a termék. Valószínűleg az áruház láncok valamelyikébe jelenik ez meg zömmel, nyilván nyomottabb áron, viszont a nagybani értékesítésünket azt nagyon keményen befolyásolta, mert 30-40%-os áreséseket produkált, több olyan feldolgozó mosolyogva nyilatkozott nekünk, ami elszomorító volt, hogy nem kell már csak 20% mézetek, mert a többit meg tudjuk oldani. Tehát reméljük ez majd változni fog. Bízunk abba, hogy az EU azért lehetőséget ad jogilag a megkülönböztetésre, hogy ez ugye természetes méz, ebben meg vannak már keverékek, hogy a vevő hozzájuthat ugyan, a jóhoz is, meg a rosszhoz is, de joga legyen megkülönböztetni azt, hogy melyik milyen. Nem csak a kínai méz, hanem egyéb kártevők is nehezítették az idei termelést. Mit lehet erről tudni? Hát a méhészetekben az atkaz nagyon keményen jelen van. Ez eddig úgy nézett ki, hogy néhány hazai atkaölőszerrel megoldható volt viszonylag tűrhető árfekvésen az atkaírtás, hogy aztán az atkákba is végbe ment egy ilyen fejlődés, és bizonyos szereket ugye könnyen elviselnek, vagy nem tudjuk leírtani. A lényeg az, hogy az utóbbi, nem csak ez az év, de már egy pár éve, hiába szaporítjuk a méheket, mindig vissza kell építeni azokat a családokat, össze kell egyesíteni, mert ugye az atka gyötrelem miatt, tehát röviden mondva elpusztulnak, vagy annyira meggyöngülnek, lecsökken a termelésük, hogy muszáj, hogy az ember összeegyesítse, ugye, hogy egy családban több méhecske legyen, és így tudjuk, vagy próbáljuk kivédeni. Vannak külföldi gyógyszerek, ami egyrészt drágábbak, másrészt meg ugye a hatásmechanizmusok is más, mint a régieknek volt. Úgy tűnik, hogy a hosszabb hatásmechanizmusú és tovább bent lévő szerek lesznek alkalmasak arra, hogy valamelyest kivédjük az atka problémát, nem tudunk tőle véglegesen, teljesen megszabadulni. Nagyon kelendő az ősz egyik gyümölcse, a körte. Milyen termés volt az idén? Azt mondhatom, körtéből elég jó. Szinte
közepestő még jó kitárosáról volt, az őszi fajtákból, meg a téli fajtákból is. Mennyire keresik most ezt a gyümölcsöt, illetve hogy változott az ára az elmúlt évekhez képest? Hát tulajdonképpen változott nem, mert tavaly előtt úgy előbb a kondícióval tudtuk adni a minőségi költét. Általában 300-350-400 forintos árat lehetett költébe elérni. Hát azok vannak szerencsés helyzetben, hogy van valami hűtő kapacitásuk, tovább tudják húzni az értékesítésbe. Meleg helyen szinte mindegyik fajta túlélik is. Akkor utána csak pálinka főzés van. Rengeteg vitamint is tartalmaz ez a gyümölcs. Kik viszik inkább, az idősebbek, fiatalabbak? Ilyenkor, mikor már jó érett a körténk, mostanában az idősebbek válogatják be. Nagyon jó leves anyaga van neki, és tudják fogyasztani. Még hogy potolóval, és elboldogulnak szépen. Mihez ajánlja ezt a gyümölcsöt? Kompótnak, befőtnek? Mindehez. Natúra magával. De hogyha valaki koktélt akar csinálni, egy kis almával, szilvával, szőlővel, letár még egy kis déli gyümölcsel, meg egy kis banánval, egy kis ananásszal, meg lehet egy kis kavarni azért a minőséget. Látjuk, hogy éppen körtét vásárol. Miért éppen a körte? Szereti a körtét? Hát szeretjük, igen. Szeretjük. És egyszeri fogyasztásra veszik, vagy befőtnek, kompótnak, levesnek? Csak fogyasztásra. Csak fogyasztásra. Úgyhogy. És mennyiket szoktak vásárolni? Egy-két kilót, kevesebbet? Hát csak annyit, egy-két kilót, igen. Az ősz sláger édessége, mondhatom így, a piacokon a sült tök. Hogy készül a jó karcagi sült tök? Hát ez úgy készül, hogy egész évben kell vele dolgozni, mert a megtermelés az nagyon fontos. Ha jó az alapanyag, akkor jó a sült tök is. És ez fatüzelési kemencébe, hagyományos módszerrel, régi, és ez így egy prémium áru. Még annyit kell róla tudni, hogy ez vegyszer nélkül van termesztve, mert a sütőtök az vetésforgóval. Ha vetésforgót betartjuk, akkor lehet vegyszermentesen is termeszteni. Hely csak annyi vegyszerre találkozik, ami már eredetileg benne van a talajba. Hagyományosan készítitek kemencében, édesen vagy fűszeresen ajánlod? Hát ki hogy szereti, mi ez csak úgy van, hogy a tök magába megsüljön, esetleg ha valakinek az ízlése azt kívánja, hogy tegyen rá esetleg mézet, vagy bármi mást, akkor úgy. De van, aki szokta, például úgy kérik tőlünk, hogy almával együtt süssük, és akkor ilyen sült almás tök van belőle. Mennyire kellendő ez a csemege? Hát csipegetik, viszegetik úgy óvatosan. Aki szereti, az úgy visszajárogat. Változott-e az ára a sültöknek az elmúlt időszakban? Utóbbi 8 évben az ár az maradt. Mert hát a vevőknek is meg kell, hogy tudni venni, meg ugye mindenki csak addig nyújtózkodhat, amelyek takaróért, aztán be kell osztani, mert hiába emelgeti valaki, hogyha nincs, aki megvegye, megfizesse. Friss zöldség mindig kellendő a háziasszonyok körében. Mit mondhatunk el az idei évben a zöldségtermelésre? Mennyire keresik ezt most a háziasszonyok? Hát még a tavalyi zöldségeink, idei zöldségeink vannak. Hétvégén keresik jobban, amikor jönnek a gyerekek, unokák haza, akkor a főznek. Jó ízűek, szépek a zöldségek, de még most szedik fölfele az igazi télit, amit letéliesítenek. Az elmúlt években hogy alakult a zöldségeknek az ára? Tehát drágult, esetleg stagnált? Szerintem még a zöldség ugyanannyi, mint tavaly volt, nem változott. Reméljük, nem is fog. Nekünk sokkal jobb, ha olcsóbb és több forog, mintha drágább lenne. Szerintem nem változott eddig. A szupermarketekben is rengeteg zöldség kapható, de mégis azért a termelői piacon vásárolt, az azért csak finomabb. Miért ajánlja inkább ezeket? Mert ha megvágjuk a végét és megszagolja a vevő, rögtön lehet az illatáról érezni, hogy az igazi, friss magyar zöldség, és nem paszternák. Mi nem vagyunk hozzászokva, biztos az is nagyon finom, de az igazi zöldségrépát mi külön választjuk. Ősz van, az ősz egyik sláger gyümölcse az alma. Mit mondhatunk az idei alma termésről, hogy alakultak az alma árak? Mennyire keresik most a vevők?
Hát az egy hónapon belül jön meg az őszi almák, igazán még nem tudjuk, várjuk. Most ma láttunk olyan nagyon szépeket, tényleg szépeket még nem hoztunk belőle, remélem nem lesz drága. Jelenleg milyen almák vannak most a piacon? Van eredeti Jonathan almánk, Golden alma, Ida Red, meg jön a Gold. Van, aki az édesebbet, van, aki a savanyúbbat keresi, kedveli, kinek mit szeretne. De elvis 2-2-53-ig megy az ár. Köszöntöm nézőket a Délinek Kulturális Központban, hamarosan kezdődik a 9. ések gólyabálya, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium Diák Önkormányzat segítő pedagógusával, Szarkányi Tóth Andrával beszélgetünk erről. Mit kell tudni a mai napról? A mai napról azt kell tudni, hogy ez egy háromnapos rendezvény záró eseménye lesz. Ezt a háromnapos rendezvény gólyanapok néven neveztük el, több évre visszamenőleg, és a mai nap lesz a csúcs, idézőjelben csúcs rendezvénye. Ez azt jelenti ugye, hogy a kilencedikeseket tulajdonképpen most fogadják refisekké? Gyakorlatilag igen, azt jelenti. És mi lesz a program? A program az lesz, hogy egy kis viccesebb gólyásküt kell majd a gyerekeknek, a kilencedikeseknek letenni a színpadon, majd elfoglalják a helyeiket, és a gólyatáborban, illetve a gólyanapokon készült kis meglepetés videófilmmel filmet fogjuk levetíteni, majd a tizedikes tanulók kis meglepetés műsora fog következni. Három osztály van, úgy tudom, tehát ők fognak, lehet-e tudni valamit, hogy milyen vicces előadások fognak elhangzani? Természetesen igen, mert tegnap volt ugye a főpróba, egyébként többször láttam már a gyerekek próbáit. Az egyik osztály picit komolyabb hangvitelű történetet fog előadni, ők a Légy jó, mint haláli című műzikelből adnak elő részleteket, nagyon ügyesek. A másik két osztály viccesebbre vette a figurát, hát azok is fantasztikusak lesznek. Azt látom, hogy itt mindenki nagy izgalommal ül befele, tehát a szülők is jönnek, nézik a gyerekeiket, de ez a szülők számára is egy nagyon jelentős nap. Hát igen, úgy gondolom, hogy azért nyolcadikból, tehát általános iskolából nagy az ugrás, nagy az átmenet egy középiskolába, úgyhogy feltételezem ezért izgatottak. És egyébként hogyan lehet értékelni a gólyanapokat? Jól sikerültek? Én úgy gondolom, hogy igen, nagyon aktívak voltak a gyerekek, jól érezték magukat, úgyhogy remélem, hogy ez fog látszódni majd a kis videófilmen is. Igen, hiszen mi is voltunk ott, láttuk, hogy azért volt ott ősember nap, falusi napot is tartottak, tehát sok-sok olyan feladat volt, ami összekovácsolta egy kicsit a gyerekeket. Igen, három napon keresztül minden napra ráhúztunk egy témát, és az első napon kellett a gyerekeknek falusi asszonynak és embernek költözni, amikor önök kint voltak készíteni az anyagot. Kedden ősembernek és ősasszonynak kellett költözni, ma pedig kémeknek. Úgyhogy az nagyon izgalmas volt. Akkor a kiskémek már megtették a feladatukat, és akkor most én azt gondolom, hogy jövő héttől utána már mindenki teljes jogú refisnek érezheti magát. Gyakorlatilag már holnaptól, igen. Jó munkát kívánunk! Nagyon szépen köszönöm! Tisztelettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit! November legeleje van, egy nagyon mozgalmas októberi hónapon vagyunk túl. Emlékezetpolitikai szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy ez a 2017. évi október hónap, ez már a megszokottnál is egy jóval bővebb és ugye emlékezetpolitikailag nagyobb repertoárt vonultatott fel, hiszen gondoljunk arra, hogy nem csak, hogy ugye a már mondhatni szokásos nemzeti emléknapjainkon vagyunk túl, ugye az október 6-ai gyásznapon vagy a október 23-ai nemzeti ünnepen, de ebben a hónapban bővelkedtünk egyéb más rendhagyó, ugyanakkor nagyon nagy fontosságú kerek évfordulókkal, centenáriumokkal. Ugye nyilvánvalóan október 31-e a reformáció 5 évszázados fennállásának ünnepe, mondhatni, hogy egy hatalmas súllyal nyomta rá a bélyegét erre a hónapra, hiszen ha belegondolunk, ugye ez egy nagyon komoly szellemi forradalom előfutára, felvilágosodás előfutára, ugyanakkor ez a hatalmas ünnep, mondhatni, árnyékba vetett olyan egyébként kisebb, de nem jelentéktelen évfordulókat, például, mint az 1917. október 24-től meginduló, tehát ugye gyakorlatilag a 100. évfordulója kapcsán jelentőssé váló Caporettói áttörés nevű hadtörténeti esemény. Ugye ez az első világháborúhoz kötődő
folyamat, jelenség volt. Dióhéjban röviden összefoglalva arról van szó, hogy az ekkor már, ugye 1917. októberében több mint 2,5 éve nyitva lévő olasz fronton, az úgynevezett 12. isonzói csatában az osztrák-magyar monarchia hadvezetése úgy döntött, hogy a 11 alkalom tapasztalatait alapul véve immár nem megvárja az olaszok teljes elsőprő erejű támadását ezen a fronton, hanem egy nagy léptékű ellentámadást készít elő, és ez vezetett el a magyar hadtörténelem egyik legnagyobb katonai győzelméhez, csak mennyiségileg, hogy mekkora győzelemről van szó, és utána rá is térünk ugye a lényegre. Ez egy olyan mértékű katonai győzelem volt a magyar hadtörténeti írásban, amelyben osztrák, magyar és német csapatok szövetségben harcolva az olasz királyságnak egy 350 000 fős katonaveszteséget okoztak ugye hősi halottak terén, túl ezen körülbelül 150 000 olasz hadifoglyot ejtettek fogságba, és azt is tudjuk olasz levéltári iratokból, hogy több mint 50 000 olasz katona dezertált ezen magyar támadás révén. Na most ugye ennek kapcsán merül fel tulajdonképpen a kérdés, hogy akár ugye az első világháborúban, akár mind a két világháborúban városunk Karcag az mekkora súllyal van jelen, és ugye milyen mértékű áldozatot vállal a frontokon, mennyi hősi halottja, mennyi halottja van ugye a két világháborúnak. Ugye éppen, hogy túl vagyunk halottak napján, ugye a halottak napja az tulajdonképpen a megemlékezésről szól, arról, hogy a családok egyéni veszteségeik, ugye szeretteik, elhunyt szeretteikről méltóképpen megemlékeznek. Ugyanakkor egy város az több, mint családok közössége, az egy nagy kollektív közösség is, és ugye a nagy kollektív közösségek azok tulajdonképpen a nagy kollektív események emlékeit is kell, hogy méltóképpen kegyelettel kezeljék. Ezért szerintem szót érdemes ejteni arról, hogy magának a városnak mennyi halottja, mekkora veszteségei volt a világháborúban, akár az első világháborúban, tehát a nagy háborúban, akár a második világháborúban. Ugye az első világháború az egy kis érdekes kérdés, hiszen tulajdonképpen 1914. július 28-ától 1918. november 3-áig közel 52 hónapon keresztül tartott, és azt lehet mondani, hogy ezen időszakban karcagi katonák mozgósítva lettek gyakorlatilag a világháború minden frontjára, így a kezdeti úgynevezett déli hadszintére, tehát a szerb frontra, az úgynevezett keleti vagy északi hadszintére, az orosz, cári orosz birodalom ellen, illetve az úgynevezett román hadszintére és az olasz frontra is. Ebben a közel 52 vérzivataros hónapban egyébként a város közel 5500 fős katonatömeget mozgósít a világháborúban, és ezen 5500 fős katonatömegnek egy nagyon szignifikáns része válik sajnálatosan hősi halottá. A legújabb kutatások szerint, amelyek egyébként egy kissé felül bírálták, kicsi meghaladták a korábbi kutatások iratanyagát, azt mondhatjuk, hogy megközelítőleg teljes képet tudunk alkotni az első világháború hősi halottjainak karcagi tagjairól. 813 név az, akit ugye hősi halottként tudtunk azonosítani. Ez azt jelenti egyébként, hogyha figyelembe vesszük a karcagváros népességét a vizsgált korszakban, az első világháborúban, ez azt jelenti, hogy hősi halottként, tehát tulajdonképpen elesett katonaként a városi társadalom több mint 3,5%-a veszti életét. Nyilvánvalóan ugye nagy kegyelettel adózunk áldozatunknak, viszont a valósághoz hozzá tartozik, hogy ez a 813 fő, ez mind fiatal férfi, tehát tulajdonképpen ez egy katonaveszteségről beszélünk, és a valósághoz hozzátartozik, hogy az első világháborúban Karcagon nincsenek polgári áldozatok, abból kifolyólag, hogy ugye a frontok nem közelítik meg ugye az Alföld és ugye a városunk térségét. A valósághoz az is hozzátartozik mindemellett, hogy az első világháborús fegyverszünetet, tehát november 3-át követően viszont a város ugye 19 márciusától áprilisáig a Tanácsköztársaság vörös terrorának lesz kitéve. Ebben az esetben egy civil hal meg a városban, őt agyonlövik a vörös terror vörös katonái, illetve 19 áprilisától 1920 márciusáig a román megszállás közel egy éves időszaka alatt, ugye román katonák, közlegények, tisztek, főleg a magántulajdon szentségével szemben elkövetett bűncselekmények, tehát lopás, rablás kapcsán rengeteg, tehát közel ilyen 10-15 főnyi nagyságrendben gyilkolnak, meglőnek agyon karcagiakat, ezek mind civil veszteségként tartjuk számon. A második világháború az már egy kicsi érdekesebb, vitásabb, és igazából a
megítélésében is nehezebben feldolgozható kérdés, éppen azért, mert a II. Világháborúban nem annyira tiszta a kép ugye a civil és katona áldozatok terén. Valósághoz ugye hozzá kell tenni, hozzá tartozik, hogy 1944. októberéig Karcagváros, úgy, mint egyébként az ország terület nagy része, az bár hadviselőfélként van jelen a világháborúban, de nem érinti a front. 1944. október elején, október 9-én éri el az úgynevezett keleti front déli arcvonal szakasza a város térségét, és válik ugye városunk tulajdonképpen hadműveleti területté. Ennek sajnos nagyon súlyos következményei lesznek, csak nagyságrendileg a pontos számokat nem idézve, körülbelül 360 főnyi katonáldozat keletkezik a II. Világháborúban, a városban és a város környékén zajló harcok áldozatává válik 69 főnyi civil, általában a szovjet vörös hadsereg katonái lövik őket agyon, és ezt egészíti még ki bizonytalan 22 vagy 24 főnyi számú Levente fiatal, akik szintén ugye felbátorodva szembeszállnak, vagy megpróbálnak szembeszállni a megszálló szovjet erőkkel, de ez ugye az életükbe kerül. És sajnos ugye a legvitatottabb és legnehezebb emlékezetpolitikai kérdés ugye még a városi zsidóság sorsának tisztázása, ami újabb körülbelül 400-450 főnyi áldozatot jelent ugye a város II. Világháborús halott. Ezért tulajdonképpen itt a két világháború hősi halottainak mementójaként azt lehet mondani, hogy ha összevetjük a két világháború karcagi áldozatainak számát, az első világháborúban beszélhetünk egy körülbelül 813 fős zömében katonatömegről, akik hősi halott. Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk mai vendége dr. Borsos Anikó járási tisztifőorvos, akivel az influenza szezonról és az influenza elleni védőoltásról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Borsos Anikó járási tisztifőorvos, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a Karcag TV nézőit, és akkor kezdjük. Beszélgessünk az influenza szezonról, ugye november van, hamarosan kezdődik a szezon, kopogtat az ajtón, kopogtat, vagy már elkezdődött, hogyan látja ezt tisztifőorvos? Én úgy mondanám, hogy közeledik, még nem kopogtat, viszont mindenkinek megvan a lehetősége, hogy megfelelően felkészüljön az influenza szezonra. Valamennyi házi orvosunknál kint vannak már az influenza elleni védőoltások, és megkezdődött az influenza figyelőszolgálat is. A kijelölt körzetek, közösségek figyelik, hogy vannak-e influenza-szerű megbetegedések. Hát az eddigi statisztikák szerint, meg a vizsgálatok szerint erre még nem volt példa, és több ilyen vírusos mintavételre alkalmas csövekkel vannak ellátva az ország szentinel orvosai is, és voltak gyanús megbetegedések, de azokból se sikerült izolálni influenza vírust. Most tisztifőorvos azt, hogy nagyon sok mindent elmondott, hirtelen bontsuk szét ezeket a témákat. Azt tetszett mondani, hogy már megérkeztek az oltóanyagok a házi orvosokhoz. Igen. Most beszéljünk arról, hogy először is, hogy kik vehetik igénybe ezeket az oltásokat, ki az, aki ingyen megkapja, ki az, akinek fizetni kell érte. Igen. Hát gyakorlatilag mindenki igénybe veheti ezeket az oltásokat, aki egyetért és az orvosa is javasolja. Na most ingyenes nem jár mindenkinek, meghatározott körbe tartozó emberek, hát vegyük először is a betegeket, a krónikus betegségek közül mindegyik krónikus betegsége, akkor a daganatos megbetegedésben szenvedő vagy azt átvészelt emberek, ezen kívül azt lehet mondani, hogy akik átmenetileg vannak, van valamilyen immungyengességük, azoknak is javasolt, és van a foglalkozás alapján. Tehát általában mindig a kezelő orvosa meg szokta mondani, meg szokta üzenni a betegeknek,
hát nem csak betegeknek, a gondozottjaiknak, mert fogalmazunk így, hogy nem mindenki beteg, aki egy házi orvosi praxisba tartozik, és értesítéssel szoktak általában lenni, hogy megérkezett a ingyenes védőoltás, és lehet jelentkezni. És tudjuk, hogy a 60 év felett mindenki beoltatja magát, akkor is, ha nincsen semmi krónikus megbetegedése, mert tudjuk, hogy a életkorral előre haladtával fogékonyabbá válik a szervezet. Amit még meg kell említeni, hogy vannak olyan foglalkozások, ahol különösen javasolt. Például, akik olyan közösségekben dolgoznak, ahol nagyon sok emberrel találkoznak, akár egészségügyi intézményekben nagyon javasolt, szociális intézményekben, közlekedésben levőkkel, sőt, most már az utóbbi években már azok is, akik állatokkal foglalkoznak, elsősorban baromfival, és azoknak a szállításával. Tehát igen széles a kör, aki ingyen megkaphatja. Tehát ezt mindenképpen a házi orvosa erről tájékoztatni fogja. Akinek fizetni kell, hát egy makkegészséges, mondjuk 20 éves fiatalember, aki egészségtudatos magatartással elmegy a gyógyszertárba, és ott orvosi receptre természetesen, mert mindig meg kell ezt vizsgálni, körülbelül 2000 forintért tud magának vásárolni oltóanyagot, amit bead a házi orvosa. Tehát akkor nem úgy működik, hogyha mondjuk valaki egy példát hozott fel, egy 20 éves fiatalember, aki egészségtudatosan akar élni. Nem úgy működik, hogy bekopogtat a házi orvosához, hogy jöttem és szeretném beoltatni magam védőoltással, hanem először a patikába kell menni? Hát először a házi orvoshoz kell, mert ő írja fel a receptet. Értem, tehát akkor ez a recepten megy. Igen, tehát az nagyon, nagyon helyes, mert hát akármit nem vehetünk a gyógyszertárba, mindenképpen kell egy orvosi javaslat. Sőt, az is előfordulhat, hogyha az orvosa megvizsgálja, és kikérdezi, akkor lehet, hogy még ingyen is kaphat védőoltásra, valami esetleg olyan problémája van, ami indokolja, vagy esetleg olyan foglalkozása van, hogy besorolható ebbe a körbe. Mi a tendő akkor, ha én mondjuk most meg vagyok fázva, nem érzem jól magam, szeretném magam beoltatni influenza elleni védőoltással, most én mehetnék akkor a házi orvoshoz, vagy várjak egy kicsit? Én szerintem mindenképpen, amíg tünetmentes nem lesz. Nagyon sok embernek van olyan téveszméje, hogy az influenza oltás betegít. Ez valószínűleg abból adódik, mert amikor közeledik az influenza szezon, és valakiben már lappang valami betegség, akkor megijed és elmegy, hogy a oltás majd megvédi. Hát ki kell hangsúlyozni, hogy az influenza vírus elleni oltás csak az influenza vírus ellen véd. Nagyon hatásos védőoltás, de nem véd meg például az RS vírusokról, amelyik ilyen felső légúti megbetegedéseket, hurutos megbetegedéseket okozhatnak, nem véd meg az olyan tüdőgyulladásoktól sem, amit például más kórokozók, például pneumokokkuszok okoznak, és egyéb banális fertőzésektől sem. Viszont nagyon ki kell hangsúlyozni, hogy mégis van értelme, különösen olyan egyéneknél, akik hajlamosak arra, hogy magas lázuk legyen, vagy akik részére egy magasabb láz nagyon veszélyes lehet. Hát ha vesszük például a fiatal várandós anyukákat, itt is természetesen a szülésznőgyógyász szakorvosával is konzultálni kell. Tehát egy ilyen esetben azért szokták javasolni mindenképpen ezt az influenza elleni védőoltást, mert az influenza extrém magas lázzal, 39, akár 40 fokos lázzal is lehet. És ez egy várandós anyukának nagyon veszélyes lehet, tehát ezért kell megbeszélni. Vagy a másik az, hogy vannak olyan egészséges fiatal emberek, akik szintén egyik orráról a másikra hirtelen úgy belázasodnak, hogy még akár lázgörcsöt is kaphatnak, mert hogy ezt az állapotot elkerüljék, az ő részükre mindenképpen javaslom természetesen házi orvosokkal konzultálva, hogy vegyék igénybe a védőoltást. Most november közepe van, mit javasol, vagy hogyan látják, mi az az utolsó határidő, amíg érdemes beadatnunk ezt a védőoltást? Hát ha azt veszük, az eddigi tapasztalatunk szerint általában már december közepén lehet számítani az influenza megbetegedésekre. Ha arra gondolunk, hogy 2 hét kell, hát akkor már nem sok idő maradt, hogy elmenjünk a házi orvosunkhoz. Tehát ha valaki már
most tünetmentes és nem náthás és nincsen semmi baja, nyugodtan elmehet, mert a védettsége biztos, hogy időben kialakul. Tehát két hét, amíg kialakul a védettség körülbelül? Igen, az minimum két hét, és erre számolni kell, és ezért van az, hogy jobb, hogyha jó állapotban vagyunk és elmegyünk. Mire számítanak, meddig tarthat ez az influenza vírus? Például az időjárás az mennyire befolyásolja mindezt? Elnézést, hát az influenza a hidegebb időben szokott megjelenni, ilyen nyálkás, nedves időben szorványosan szokott inkább előfordulni. A neve is azt mutatja, az influenza ez a hideggel kapcsolatos elnevezés, tehát amikor jó kis hideg van, az emberek behúzódnak a szobákba, zárt terekbe, akkor szokott, és nagyon nagy a fertőző képessége az influenzának, tehát hogyha egy ember bekerül egy ilyen közösségbe, mivel cseppfertőzéssel terjed, nagyon sok embert meg tud betegíteni, igen magas lázzal jár, elesettséggel, gyengeséggel, nagyfokú folyadékveszteséggel ennek következtében, és nagyon megviseli a szervezetet. De el lehet mondani, hogy normál körülmények között meggyógyul mindenfajta gyógyszer nélkül, mert ez az, amire nem kell antibiotikumot szedni, meg egyéb ilyen gyógyszereket a kezdetén. Az antibiotikum csak a szövődmények esetén jut, hogyha valaki lábon akarja elviselni. Hát ettől viszont mindenkit óvnék, mert egyrészt fertőzi embertársait, a beteg ember, pláne ha lázas, akkor üríti a legtöbb vírust a környezetébe, és a másik, ami nagyon fontos, hogy önmagát olyan extrém megterhelésnek teszi ki, hogy felülfertőződhet, hát úgy szoktuk ezt mondani ezzel a kifejezéssel. Tehát olyan, milyen például szövődményei lehetnek például egy ilyen dolognak? Hát például, hogy a környezetünkben lévő egyéb kórokozókkal, például pneumokokkuszokkal, ha fertőződik, lehet súlyos tüdőgyulladása, enyhébb esetben súlyos hörkuruta, amire már valóban antibiotikumot is kell szedni, és elhúzódik a meggyógyulása, és mindenképpen tápkénzre kell menni. Meddig tart az, amíg mondjuk valaki, aki megbetegszik, és nem lábon hordja ki ezt a vírust, hanem otthon marad, akkor mi az, amit tud javasolni, meddig maradjunk otthon, és mit csináljunk? Ugye azt már eltetszett mondani, igen, hogy igen, antibiotikumot nem szedünk rá. Igen, nem, hát vitaminokat és sok folyadékot. Ágymeleg, az nagyon jó, ahogy mondták a régi emberek, hogy a szervezet számára pihenni, fizikai megterheléstől tartózkodni, és mindenkinek van ugye betegszabadsága, aki dolgozik, tehát ez a betegszabadság több, mint a táppénz, tehát egy hetet, ha otthon marad, akkor nem nagyon fogja anyagilag sem megérezni, és nagyon javasolt meleg italokat inni, vitaminok, nagyon fontosak, lázcsillapítás, hát lázcsillapítók is vannak, valamit recept nélkül lehet, valamit recepttel lehet beszerezni, tehát erre megvan a lehetőség, és hát mindenképpen nem akkor, amikor a legmagasabb láza van, de akkor keresse fel lehetőség szerint a házi orvosát a rendelőbe, hanem lehetőség szerint, amikor éppen láztalan állapotban van, és nem a legnagyobb tömeg van a rendelőben, de ha nagyon elesett, akkor ki szoktak menni, és ellátják. Kik azok, akik a legveszélyeztetettebbek? Idősek, gyerekek? Hát elsősorban azok, akiknek ingyen jár a védőoltás, tehát a krónikus betegségekben szenvedő emberek, különösen légúti betegségekben szenvedők, mert ilyen esetben bizony az egész szervezetet megviseli, és nehezebben élik meg azok az emberek, akiknek amúgy is van krónikus betegsége, és mindenképpen az ő esetükben nagyon fontos lenne, hogy védettek legyenek. Sokan vannak, akik mondjuk nem oltatják be magukat. Mi akkor a teendő, hogy
mondjuk elkerüljük ezt a vírust, megelőzzük ezt a vírust, mi az, amit javasol, szellőztessünk sokat, mossunk kezet, mik a leghatásosabb praktikák? Hát egy biztos, hogy a legelső dolog, hogy kerüljük a beteg embereket, hogyha meg tudjuk tenni. Ha például nyugdíjas valaki, vagy esetleg nincsen munkája, akkor lehetőleg ilyen járványos időszakban ne menjen oda, ahol sokan vannak. Vagy olyankor menjen, amikor tudja, hogy nem tartózkodnak sokan azon a helyen. Minden közösségben, minden iskolában, minden közintézményben, és hát otthon is nagyon fontos a gyakori szellőztetés. Nem kell félni, hogy lehűl a lakás, mert egy kereszthúzattal, hogyha átszellőztetünk akár egy lakást, akár egy iskolai osztálytermet, nem hűl le, csak a friss, tiszta levegő jön be, amiben nincsenek baktériumok. És szedjünk a C-vitamint. A C-vitamin az mindenképpen jó, de magas C-vitamin tartalmú zöldségek, gyümölcsök fogyasztása is ajánlott mindenképpen. Fontos, hogy a vitaminokat minél gyakrabban természetes formába fogyasszuk. Tehát ha van alma, akkor együnk almát. Most éppen nagy almavásárok vannak Karcagon is. Nagyon lényeges, hogy a káposzta, savanyú káposzta szezon elkezdődött. Nyersen is egy kis savanyú káposzta, nagyon sok C-vitamin tartalmaz, és nem is drága, hozzá kell tenni. Vagy sárgarépa is nagyon egészséges, hogy a zöldségeket említsem. A citromot, déli gyümölcsöket mindenki ismeri, és hát ezek is tartalmaznak jelentős mennyiségű C-vitamint, és ha még ezen felül valaki még vitaminokat szeretne szedni, akkor nyugodtan kérdezze meg a gyógyszertárba, hogy mit tudnak neki ajánlani. Rengeteg olyan készítmény van, ami az ő életkorának megfelel. Tehát most már gyerekeknek, felnőtteknek széles választék van, és a adagolást is meg tudja beszélni. Ugye doktornőt minden évben az elmúlt évek során meghívtuk interjúra, próbálunk kampányolni amellett, hogy minél többen oltassák be magukat. Mik a tapasztalatok? Az emberek mennyire veszik ezt komolyan? Nőtte azoknak a száma, akik beoltatják magukat? Hát sajnos tehát sikeres-e magyarul ez a kampány? Hát én azt hiszem, ez egy nagyon nehéz dolog, mert akármit mondunk, vannak olyan öntudatos makacs emberek, akik azt mondják, hogy nekik az influenza vírustól influenza megbetegedésük lesz. Még egészségügyi dolgozók között is vannak olyanok, akikkel nem tudjuk meggyőzni, hogy egy olyan oltóanyag, ami nem élő, szaporodó képes vírus tartalmaz, az nem tudja őt megbetegíteni, az csak meg tudja óvni a megbetegedéstől, mert ellenanyagot fog a antigén hatású oltóanyag miatt termelni a szervezete. Egyszerűen vannak, akik nem hiszik el, mondhatunk nekik akármit. És van egy olyan veszélye, hogy az elmúlt években egy bizonyos lassú csökkenés figyelhető meg, még amikor pár évvel ezelőtt volt ez a H1N1 vírusnak a beérkezése, megérkezése Magyarországra, akkor úgy többen voltak, akik komolyan vették, nem is lett nálunk nagy járvány. Azóta ilyen enyhébb vírusok jöttek, viszont most már arról is ír a világsajtó, különösen Ausztráliában, mert tudjuk, hogy minden influenza vírus, mielőtt megérkezne Európába, a déli féltekén szokott megerősödni, és akkor általában úgy szokott jönni, hogy először Ausztráliában, déli féltekén, aztán Dél-Amerikába, Észak-Amerika, és akkor a végén jön Európába, és megy, így körbejárja az egész Földet. De el lehet mondani, hogy az idén nagyon nagy ijegység van több országban, mert ez az úgynevezett ausztrál influenzának mondják, hát nem ausztrál, hanem van benne egy ott felfedezett antigén, amelyik eltérő az előző évektől, az úgy néz ki, hogy nagyon erős megbetegítő hatással bír. Az oltások megvétele, felvétele tekintetében az országos átlaghoz képest a járásunk, illetve Karcag hogyan áll?
Hát én azt mondanám, hogy inkább egy kicsit jobban. Tehát itt azért az emberek jobban meggondolják, hogy ha van egy lehetőség, akkor azt érdemes kihasználni, és el lehet mondani, hogy az elmúlt években nem is volt olyan nagy járvány nálunk. Hát én szeretném, hogyha az idén se lenne, és hát bízok benne, hogy akármilyen úgymond virulens vírus fog ide érkezni, amelyiknek erős a megbetegedő képessége, attól sikerül megvédeni azokat, akik a leginkább rászorulnak, mert erre van lehetőség, ingyenes, és abban is nagyon bízunk, hogy a megfelelő egészségtudatos magatartással is, nagyon jól mondta, a kézmosás, zsebkendő használatot is, mert attól, hogy cseppfertőzéssel terjed, a kezünkre terjed, akkor megfogjuk azokat a tárgyakat is, amikről szintén átterjedhet a környezetünkre. Tiszti forrósasszony, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és önnek is, illetve a kedves televízió nézőknek is megbetegedésmentes telet kívánunk. Köszönjük, hogy itt volt. Nagyon köszönöm a lehetőséget, és én is minden karcagi nézőnek és családjának jó egészséget kívánok. Kedves nézőim, erre megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, viszontlátásra mindenkinek!